vallásos vagyok, római katolikus, és én hiszek az Istenben, hiszek az jóságban, az igazságban, és az emberi jóságban, az emberi egyéniségben, amely tud erőt venni magán többnyire, mert azért sok csáberő van erre, jobbra-balra az ember néha elcsábulna, néha is csábul, de hogyha nagyon-nagyon akar, akkor sokat tud tenni. Én hiszek a munkában, az akarásban, pláne ha összefognak, és valami közös akarattal véghez vinnek. Én két nagy munkaközösségben is dolgoztam, a fórumban is, mint újságíró is, a rádióban is, mint dramaturg is, nagyon jó társakat találtam, és együtt nagyon sokat tudtunk. Az újságírásért, a szép szóért, hát mi tulajdonképpen minden itt, az újságírás is, meg a dramaturgia is, ennek szolgálatában áll az irodalom, és az irodalom mi megörökíti az életet. Csak tetusz föl. A nők. Ó, a nőkről azt szeretem hallani. Az ember sokszor a saját korát igyekszik megfesteni, ábrázolni, a jövőnek ugye bemutatni, megörökíteni. Amikor gyerek voltam, akkor arról írtam, amit láttam. Amikor fiatal voltam, akkor szintén a munkakörömet, amiket megéltem, szerelmi bánatok, munkaköri problémák, a társadalmi problémák is, amik körülöttem zajlottak, ilyesmiről. Ahogy öregszem, most az öregkor is téma már, és nagyon kimeríthetetlen téma, mert rengeteg minden másként élődik meg, másként ülepedik le, másként, mást látunk ugyanabban a dologban. Néha úgy érezzük, hogy mögé látunk a dolgoknak, mert azelőtt a fiatalos hév és az öröm eltakarja azt, hogy a valóságban ott van, ott üledék. És akkor látjuk azt a szép mázat, és azt írjuk meg, vagy azt éljük meg. De öregkorban már fifikusabb lesz az ember, és még rám Simone de Beauvoirnak külön könyve van az öregedésről, meg többet is foglalkozott ezzel, és hát főleg női szemszögből, de egyébként is. Hát én is most az én érzésvilágomat, és mindazt, ami velem történik, és nem csak velem, hanem a kortársaimmal. Nagyon érdekes az öregkor, hogy miről kell lemondani, miről nem szabad lemondani. Le kellene, de mégis korrekcióval, akarással, munkabírással, jó beosztással meg lehet oldani. Hát most, hogy ugye kezdek idősödni, most egyre jobban tréfálkozunk a férjemmel, aki 88 éves, én meg 79, hogy mi csak öregedők vagyunk, mondjuk tréfásan, persze, hogy túl vagyunk mi már azon a koron, és majd 90 év után kezdünk csak, és majd 100 év után akkor leszünk öregek. Na jó, ez tréfa. Ahhoz, hogy az ember szellemileg friss maradjon, ahhoz működtetni kell az agytekervényeit. Volt egy ismerősöm, az rendszeresen keresztrejtvényt fejtett, méghozzá több nyelven, jól beszélt angolul is, úgyhogy többféle nyelven. Én is, de nem szeretem a keresztrejtvényt. Itt-ott unalmamba, de sokat olvasok, és írok, internetezek, facebookozok, én állandóan az agyamat is működtetem, ugye? És testileg is, hogy ha állandóan ott görbed, a számítógép előtt púpossá válik, nem kap levegőt, lesz, kap egy jó asztmát, vagy valami. Úgyhogy testileg, szellemileg foglalkoztatni kell magunkat.
Minden nap írok. Ugye írónő vagyok, és hát ez nem lehet úgy, hogy csak úgy az ember néha, úgy minden 10 évben, hanem azt rendszeresen megvannak a témák. Ha elkezd az ember egy hosszabb munkát, akár egy hosszabb elbeszélést, akár egy regényt, akkor tulajdonképpen másnap a folytatását írja meg. Hajdanába, Danába nem volt számítógép, senkinek nem volt számítógépe Versecen, és máshol se Vajdaságban. A kézzel írtuk, de volt közönséges írógépünk, és hát először kézzel megírtam, és aztán az írógéppel legépeltem, indigóval vagy karbonpapírral több példányban, és az kínos volt, belejavítottam, újra kellett aztán tisztázni megint, és akkor még javítottam újra. Most a számítógépbe könnyű, törölöm, hozzáírok, mert ugye az írás az olyan, hogy az ember egy vázlatot készít magának, tudja, hogy miről akarja a dolgot meg kibontani, mi a célja vele. Na de ez változik ám írás közben, néha egész másként alakul, mert eszébe jutnak újabb és újabb ötletek, dúsítja. És mondom, azelőtt újra és újra kellett írni, most viszont hát egyszerűen kihagyom. Törlöm, delete, és elmegy, és akkor pótolom. Korán kezdtem írni. 53-ban én hetedik elemista voltam. Akkor jelent meg az első írásom. A Hét nap Jópajtás nevű című gyermekrovatában. Az egy pályázat volt, arról írt ki, amiről akart. Én egy vaskapus kirándulásra az iskolával tettük meg. És meg is jelent apám, egy nagyon szép kézírása volt, beragasztotta, azóta is ragasztom a megjelent saját, anyám, az édesanyám is írónő volt, Börcsök Erzsébet, az ő munkáit is külön ilyen nagy könyvekbe, és a fiamét is, Jódal Kálmánét is, aki szintén író, én ragasztom. Főragasztó. És beírom az adatokat, hogy mikor mi hangzott el, vagy mikor mit írtam meg, és mikor jelent meg, mennyi honoráriumot kaptam, ha kaptam, mert sok mindent nem fizetnek. Ez új szokás. Na, ez 53-ban megjelent, és pályázat volt, és én az első díjat szerettem volna, mert azt mondták, hogy könyves polc tele könyvvel. Hát képzelem, hogy az egy kis polc lehetett, egy talán 10 könyvvel, nem tudom, mert én a második díjat nyertem. Az pedig egy sakktábla volt, és akkor még a lánynevem Varga. Varga Rózsa Mária, ez a hivatalos lánynevem, és most Jódal, ugye a férjem után. De akkor Rosmaring néven írtam, mert Rosemarie, Rózsa Mária. És úgy írtam alá, hogy Varga Rosmaring, meg is jelent 53-ban. Könyvem van egyelőre, de a kiadónál most is van egy novella válogatás, meg írok újabb dolgokat, megjelenek folyóiratokban, itt is, Magyarországon is. És hangjátékaim elhangzottak 6 nyelven. Két laki vagyok, gyerekíró is vagyok, és felnőtteknek is írok. Ezt mindig egy időben kimondottan gyerekírónak tartottak, holott nem úgy kezdtem. Én a kortársaimért írtam, meg a saját életemről, egyetemista éveimről, fiatalasszony életemről, csak mivel én gyereklaphoz kerültem utóbb, el a Magyar Szanál kezdtem, de aztán olyat keresett, Jópajtás bővült, és küldjenek olyan újságírót közülük, aki színesen ír. Hát gondolták, hogy talán én. És ott ragadtam 20 évre. Állandóan gyerekek köz voltak, és akkor idővel az én nekem is ugye megszülettek, hogy előbb a Béla, azután a Kálmán. És ők még hozták, hogy Holdudvar volt, állandóan így gyülekeztek a mi utcánkban, ez Zsák utca volt, itt játszott mindenki az utcán, a házunk előtt. Tele voltam gyerek témákkal. És akkor mondtam, hogy akkor írok én róluk, mert ismerem, szinte a lelküket kitapítom.
nagyon jól bevált, a Hadaró Jutka. Egész véletlenül, akkor még Giriz volt az első főszerkesztőm, azt mondja, Rózsika, gyermekopera alig születik. De most épp az Újvidéki Opera műsorra tűzte Benjamin Brittennek a Kis kémény seprőt. Írjon róla a mi lapunkban, és ha már gyermekopera. Hát meg is néztem. Na, Istenem, hogy írja kritikát? A gyerek sose olvasott kritikát, úgy még undorodik, hogy nem is fog elmenni megnézni. Hogy írja meg? Majd úgy írom meg, mint hogy egy gyerek látta volna, hogy őt ugyan mi érdekelheti abba. És hát mondom, akkor nem írom a saját nevem, de gyerek írja. Kitaláltam, hogy Hadaró Jutka. Egyszer a Farkas Zsuzsa volt a Magyar Szó lektora egy ideig, sokáig, és a Napsugarat, a gyerekrovatot ő szerkesztette, és jóba voltunk. És azt mondta, Rózsika, én készítek veled egy nagy interjút az Újvidéki Televízió számára, te, mint Hadaró Jutka nyilatkozol tervekről. Mondom, nem szabad, mert azt hitetjük el, hogy ezt gyerek írja. Ma már sajnálom, jó reklám lett volna. Máig is sokan nem tudják, hogy én. Hogy igen, Hadaró Jutka volt. Van, aki tudja, de aki nem tudja. Pedig ez nagyon jó reklám volt, mert ez olyan volt, mint egy folytatásos regény. 27 évig írtam. Ezekben ilyenbe fogsz megjelenni? Ilyenbe fog megjelenni. Húzzuk papír, minden. Néha nem könnyű ismert író gyerekének lenni. Ez történt a fiammal is. Zentán volt egy sorozat, írókkal és festőkkel is beszélgettek. És ott volt egy ilyen kérdés, hogy azt mondja, hát ugye büszke vagy rá, hogy te egy író dinasztia sarja vagy, a nagymamád is író, meg te is író, meg a mamád is író, és most te is. Azt mondja, hát igaz, hogy van egyiknek is 7 könyve, meg a másiknak is, nagyanyámról utcát is neveztek el Újvidéken. De azt mondja, nekem ez inkább teher. Azt mondja, ne gondolják, hogy én azért írok, meg úgy írok, mint ők, hogy összehasonlítgassák az írásainkat. Azt én álnéven kezdtem írni, és fölvettem a Fábián Benzinkultúr nevet. A Vajdasági Nyelvművelő Egyesület javaslatára és a Ženské studie Istra Živaň, egy női stúdiumok közre működött, hogy utcát kapjon Börcsök Erzsében, és hát én boldog és büszke vagyok, hogy ahol Újvidéken sok műve megjelent, a Fórum jelentette meg a későbbiek, az első 3 könyve az lánykorában jelent meg, de a későbbiek azok már itt jelentek meg Fórumon, és hát kapott utcát Újvidéken. Itt írta az utolsó novelláit, és itt jelent meg az Eszter második kötete is, az elsővel együtt ismét, ugye, dupla. Meg itt jelent meg az Emberek a Karas mellől, és a Sári. Úgyhogy az utolsó 3 könyve itt jelent meg Újvidéken, és hát utcát kapott, nagyon büszke vagyok rá. Először főiskolára iratkoztam, és akkor nem úgy voltam, hogy mint a mai gyerekek, hogy minden héten hazamennek, és akkor ruhát váltanak, ott finoman étkeznek a mama kosztján, hanem én évente csak 2-szer tudtam hazamenni, mert a szerződéses alapon én már főiskolás koromban is dolgoztam a Magyar Szónak. A diák menzám szépen félrehúzottam egy asztalhoz, és megírtam a cikken, bementem, és rediktáltam. Úgyhogy csak nyaranta mentem haza, ott tanultam, akkor is készültem a vizsgákra, és télen meg, hát nem karácsonyra, de szilveszterre, én nem fiúval szilveszterem, a szüleimmel szilvesztereztem otthon, de nagyon jól éreztük, hogy végre látom őket, a két öreget. Én késői gyerek vagyok, és egyke, úgyhogy hát úgy örültek nekem, anyám a Magyarországon. Versetzen vannak ezek a kibicvenszerek, kukucska ablakok magyarul, ott leesett.
De hát az állomás, Isten tudja, hol volt, és akkor nem mentem még busz a központig, a belvárosig is, hogy akkor aztán azzal. Nem, gyalog. Úttalan utakon én ismertem az utcákat, kihalt, nagyon későn érkezett. De nem kellett félni, akkoriban senki nem félt semmitől. Én egymagam a kis bőröndel vagy utitáskával vidáman késő este értem haza, és a mama szegény ott a kukucska ablakba várt, hogy mikor jövök. Hát megjöttem, ugye, és akkor nagy volt az öröm, és ott voltam pár napig, és mentem haza, nagyon hiányzott verset, akkor nagyon hiányzott. Ebben a házban, a Milos Obilics 87-ben laktunk alsós koromban. És hát édesanyám innen járt be az iskolába, a Petőfi Sándor, elemi, akkor eleminek hívták, elemi iskolába, ott volt magyar-német szakos tanárnő. Hát itt már gépeltem a mamának, még közönséges géppel, Royal Barlock, két billentyűzete is volt, fehér, fekete, apróbetű, kisbetű, nagybetű. Tehát megtanultam rajta könnyen írni. Másoltam neki akkor még karbonnal, vagy indigóval. És hát nagyon érdekes, ebben a másik házban nem így nézett ki, se ez a ház, se az. A barátnőm lakott, Popov Nevenka, de az is érdekes, hogy Versec több nyelvű város. És itt is változtak állandóan a lakók. Egy időben a Radicsék laktak három gyerekkel, ők magyarnak vallottak magukat, habár nyilván ősük szláv lehetett. Nagyon jóban voltam, a legidősebb fiú, a Jóska osztálytársam volt. De a többiekkel is jóban voltam. Azután ők tovább költöztek, mert asztalos volt, és egy közelebbi épületet keresett. Akkor beköltöztek, voltak a kájpék is, akkor a németek, ők kimentek Németországba. A férfi az maradt, ő magyarnak érezte magát, borba ment, a feleség kiment Németországba a két lányjal. De sokáig velük is játszottam. Akkor jöttek a popovék, akkor velük szerbül beszéltem. A Nevenkával annyira jóba voltunk, hogy ő tudta, hogy én is írogatok. Hát nem voltak azok se novellák, se mesék, amit ő írt, az se. De ő is írt egyet, én is írtam, én lefordítottam az övét, ő az enyémet, de azt én jól átdolgoztam. Ő is beszélt magyarul, csak rosszabbul, mint én szerbül. Lefordítottuk, és megjelentettünk egy példányban egy kétnyelvű kötetet. Akkor, amikor 20 év múlva jelent csak meg Fehér Ferencnek és Miroslav Anticsnak a kétnyelvű kötete. Persze, hogy normális kötet volt, normális kiadvány. Nem is tudtunk róla, nem is tudhattunk róla. És ő a fedőlapot ő rajzolta, összefűztük régi papírokból, régi füzetlapokból, és fölül ő rajzolt egy kislányt, és zöld faszínessel egy alapot rajzolt, és odaírtuk, hogy novellák novelle, pészali írták, Popov Nevenka és Varga Rózsa, lány nevem Varga, ugye? Úgyhogy volt promóció, volt minden, és megvan még ez a kötet. Kötet, hát ez egy füzet. És nagyon jókat játszottunk, amikor akartunk találkozni, én kiabáltam, hogy lala, visszakiabált, lala, és egyszerűen át volt egy kis átjáró léc ajtó, nem is kapu. És akkor átjártunk egymáshoz is. Mindig játszottunk, és megmondtuk, hogy vagyunk öltözve. Az volt a divat, hogy nagyon szűk és alsó szoknyás ruha, és mondtuk, hogy ilyen magas sarkú cipőben vagyunk, mindig elmondtuk, hogy vagyunk. Persze nem úgy voltunk öltözve. Ilyen magas sarkú, aranyóra okvetlen. A hajunk ilyen gyönyörűen van föltupírozva, és mit tudom én még, hogy vagyunk öltözve, és mit játszunk ki, kicsoda. És akkor szerettünk játszani, dramatizáltunk népmeséket, meg Grimm meséket. Dobar dan. Ja sam Roža Jodal. Moja ujna je prodala vašima.
Irma Berček. Jeste. Ja sam postala književnica. O meni izvolite. Se sad... A ovo je ostalo. Znate da u jednoj mojoj noveli ove prozore kuća. Sam opevala. Jel Kako te? Sam uvek kao dete sam se plašila ko to može biti iza toga. Az édesapám találta ki tulajdonképpen, hogy mivel Rózsa Mária vagyok, az tulajdonképpen Rose Marie, Rosmarink. És akkor mondta, hogy Rosmarink, és akkor még viccelt is, hogy Rosmari. És akkor mondtam, hogy hát írok én ezen a néven. És tényleg, amikor a Hét nap jópajtás nevű gyerek oldalának küldtem írásokat, úgy írtam alá, hogy Varga Rosmarink. És aztán mondom, hát senkinek nincs ilyen neve, nem használom, legyek Rózsa. És mikor férjhez mentem, akkor átvettem pláne a vezeték nevét, a férjem vezeték nevét. Ha legyek Jódal Rózsa. És aztán most már bánom, senki nincs az ismerő, nem hallottam még, hogy Rosmarink nevű írónő lenne. Az, hogy milyen jó lenne, senkinek nem lenne ilyen neve, mint nekem. De nagyon szívesen járok ebbe a gyönyörű városházába. Gyerekkoromban az édesapám itt hivatalnok volt, és akkor én azokon a régi lépcsőkön, amelyek már biztos nem úgy néznek ki, mint az én gyerekkoromban, akkor még agyon koptatott falépcsők voltak a mellékbejáraton, ott mentek az alkalmazottak föl, úgyhogy én ismertem azokat a folyosókat, azokat a termeket. Később pedig hát a Herceg Ferenc napokra eljártam rendszeresen az irodalmi estekre, és a tanáraim is fölléptek, meg kollégák, ismerősök, úgyhogy meghallgattam őket, és 2010-ben nekem is volt pont egy Herceg délelőttöt, nekem szenteltek. 2010-ben jelent meg a Kosava című könyvem, amely hát többé-kevésbé versesről szól. A bevezető és a záró novella pont Versetszel foglalkozik. Az álmomban Versetszen jártam, az éppen Versetsz nehéz napjaival foglalkozik. Versetszel szívesen járok, és itt találkozok versetziekkel, az én régi ismerőseimmel. Öregekre és újakat is ismerek meg. Úgyhogy nagyon jó ideje. Versetet szeretném megörökíteni bővebben, többet. Én is nagyon sokat tudok versetről. Inkább a múltjáról a jelenét nem ismerem eléggé, hiszen elköltöztünk. De az a múlt is sokat jelent, sokat lehet arról elmondani. Szeretném megörökíteni a magam korát. Azután mindazt, amit az előző korokról is tudok, hallomásból a szüleim, a rokonaim, a barátaim elbeszéléséből, olvasmány élményekből kialakít az ember egy világlátást. Ezt szeretném átadni, és az én gondolataimat, az ő elképzelésem, jövőképemet is. Mindazt, amit én érzek, és amit gondolok a világról, a környezetemről, a vajdaságról. Hiszem, egy élet kevés ahhoz, hogy az ember mindazt megtegye, amire föltette az életét, minden kockázatát, de megpróbálja, amennyi belefér. Hát én úgy érzem, hogy sokat dolgoztam. Lehet, nem végeztem el mindazt, amit szerettem volna. De úgy gondolom, hogy még egy pár év hátra van, abban még belegyömöszölöm azt, ami még hiányzik.